Jászapátin is igyekeztek az elmúlt időszakban gondosan és precízen követni az operatív törzs ajánlásait és a kormányzat által megszabott rendelkezéseket. A településen fokozottan figyelnek, hogy elegendő forrást biztosítsanak a védekező felszerelésekre, sőt, a hátrányos helyzetű családok támogatását is megvalósították a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal. Emellett az önkormányzati képviselők felajánlották tiszteletdíjukat a védekezés elleni küzdelem költségeire, és igyekeznek rendelkezéseikkel gyorsan reagálni a kialakult helyzetre. A jászapáti országos vásárt gyakorlatilag bezártuk, hiszen rengeteg ember megfordult itt, azonban a helyi piacon a helyi és a környékbeli termelők árusíthatják elsősorban az élelmiszereket, azonban lehetőséget biztosíthatunk a helyi termelőknek egyéb termékek, palánták, gyümölcsök, virágok értékesítésére is. Így bevételhez is juthat a Városüzemeltető Kft-nk, valamint a megmarad a termelők biztonsága is, hogy értékesíteni tudják azt, amit eddig megtermeltek. Ilyen intézkedésekkel igyekeznek némileg faragni a várható financiális hiányon. Egy olyan településen, ahol nagyon szoros a költségvetés, az nem sok mozgásteret ad. Az önkormányzat eleve takarékos gondolkodásának köszönhető, hogy a termálvízzel fűtött intézményrendszer már megtermelt annyi tartalékot, hogy az eddigi védekezésre szánt összegeket sikerült mérsékelni. Ebben a nehéz helyzetben ugye forrásokat is kellett átcsoportosítanunk dologi kiadásokból a védekezés eszközeire, tisztítószerekre, fertőtlenítőszerekre, különböző védő felszerelésekre, és bizony a járási központként az akut megbetegedésekre vonatkozó vizsgálóhelyiségek kialakítására is kellett forrást fordítanunk. A település eddig saját tartalékaiból, illetve a dologi kiadások átcsoportosításából oldotta meg a védekezés finanszírozását, de mindenképpen szükség lesz a költségvetés átalakítására is. A gazdasági előrejelzés szerint a település nehéz pénzügyi időszak elé néz. A gépjármű adó 23 milliós elvonása mellett 42 milliós iparűzési adó kiesése, hozzávetőleg 7 milliós idegenforgalmi adó kiesése számítanak, emellett az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban már most érkeznek a mentességi kérelmek a járvány okozta gazdasági recesszió miatt, ami újabb 2,5 milliós mínusz. A polgármester szerint mindezeket nem lehet előteremteni külső forrásokból, jelenleg csak a költségvetés ástruktúrálása segíthet, a saját beruházások, civil támogatások csökkentése, egyéb forrás elvonások következhetnek, jelenleg is keresik azokat a költségvetési sorokat, melyek átalakításával kiegyenlíthető a bevételi és a kiadási oldal.